Az állam ne a polgárok ellen dolgozzon, jelentette ki Csoma Botond, RMDSZ-es parlamenti képviselő, azt követően, hogy felhívták a figyelmét, a vonatpótló buszok nem állnak meg a Kolozsvár-Nagyvárad közötti útvonal minden állomásán. A problémával a szállításügyi minisztériumhoz fordult. 2023 végén kezdődött el a Kolozsvár-Nagyvárad közötti vasútvonal korszerűsítése, azóta pedig vonatpótló buszok látják el a lakosok szállítását ezen az útvonalon. A buszok ugyanazokban a megállókban kellene megálljanak, mint azt a vonat tette. Az utasok viszont arra panaszkodnak, hogy a sofőrök nem állnak meg mindenki jelölt helyen. Ez azt jelenti, hogy akik naponta ingáznak Kolozsvárra vidékről, kénytelenek hajnalban és késő este fáradtan, adott esetben akár 6-8 kilométert is gyalogolni. Csoma Botond, RMDSZ-es parlamenti képviselő felhívta a szállításügyi minisztérium figyelmét a problémára. Azokon a településeken, ahol nem állnak meg, az emberek, akik naponta Kolozsvárra ingáznak, reggel és este körülbelül ilyen 6 és 8 kilométer közötti távot kell megtenniük. És ez nyilván ez nincs rendben így, és mi segíteni szeretnénk a polgárokon. Úgy látjuk, hogy az állam sok esetben megnehezíti az életüket. Hát ez is egy olyan eset, mikor tulajdonképpen az állam, a közlekedési minisztérium, a vasúti társaság megnehezíti egyes polgárok életét. Hozzátette, a szállításügyi minisztériumon kívül a busztársasággal is felvette a kapcsolatot. Ők azzal indokolták eddigi magatartásukat, hogy az említett helyzetekben azért nem álltak meg a sofőrök, mert a buszon beteltek a helyek. A vasúti társaság márciusi közleménye értelmében 2027-ben adhatják át a korszerűsített szakaszt, addig viszont továbbra is a pótlóbuszok közlekednek a Kolozsvár-Nagyvárad szakaszon.